Ne jönnek a kecskék, itt kapják meg a szemes takarmányt, éppen ezért ugye örömmel jönnek erre a fejőállásra. Itt megfejik, gyakorlatilag a kompresszor és egyéb az kívül van, hogy ne zúgjon, itt pedig a kelyen, csak éppen most ugye szét vannak szedve és el vannak mosva, hogy ez minden nap így történik, reggel este fejünk. A fejés után bekerül a tejhűtőbe a tej. Innen jön ugye a saját tejünk, ebből az irányból pedig jön a lakosságtól a tej. Itt van egy ilyen nyilvántartás, egy ilyen tejszállító könyvbe vezetik be, és mindenkinek gyakorlatilag minden hónapban amennyit lead, mi 110 forintot fizetünk nekik, bocsánat, 120 forintot most már, 120 forintot fizetünk nekik literenként. Itt jön tovább a tejhűtőben, itt a ebben a automata tejhűtő, ez egy 1000 literes kis tejhűtő, ez már várja, hogy ugye holnap lesz itt a gyártás. Körülbelül egy 100-150 hektár piós van Tarpán, főleg a Tisza árterében, hiszen ő aztán szereti a vizet. Illetve Szilvában van egy helyi speciális fajta, amit nem tudom Szilvának, vagy Penyigei képen szoktak nevezni. Ez a szilvapálinka, illetve a szilvalekvár alapanyaga is. Mi készítünk belőle aszalt szilvát is, ugyan nagyon picike ez a szilvafajta, mivel nagyon magas a cukortartalma, karakteres az íze, ezért kiválóan alkalmas még aszalványnak is. Már megvan az a nehézsége, hogy nem lehet kimagozni, és a pici magról úgy kell az embernek lefejteni a húst, de nagyon finom a szalványként is. A dióval töltött szilva, amit készítünk, nézni, illetve kóstolni, ez besztercei szilvából készült. A besztercei szilva igazából az egész Kárpát-medencére jellemző, tehát megtalálható volt mindenhol. Még most is van besztercei szilva. Van egy vírus, az úgynevezett sarkavírus, ami viszont ezt a fajtát kifejezetten veszélyezteti. Igazából az összes szilvafajtát, de a besztercei szilvát kifejezetten veszélyezteti. Ezért nagyon kevés ültetvény van már belőle, és ami van, az is sajnos vírusos. De kiváló szilvafajta olyan szempontból, hogy egyrészt pálinkának, lekvárnak, aszfaltgyümölcsnek, sőt konzervíparnak is jó felhasználási lehetőséget nyújt, sőt friss fogyasztása is. Azért készítjük belőle a dióval töltött aszalt szilvát, mivel ez magozható, tehát ki lehet szedni a magot, nem úgy, mint a nem tudom, illetve pont optimális a mérete ahhoz, hogy egy negyed diószemet bele tegyünk. Hát
ugye a bioszó az a természethez minél jobban visszakötődő dolgok lennének, a természetességet megtartani. Ehhez a méhészet az egyik kapocs lenne. Mert ugye, ha megnézzük, a méhek az ősidék óta jelen vannak, és a természethez szorosan kötődnek. Nem csak abban, hogy ők a virágról virágra járva begyűjtik a nektárt, virágport, és ebből élnek, és ebből méhészeti terméket állítunk elő, hanem rendkívül jelentős fontosságuk van a megporzásban. Nagyon sok szaklap és egyre több tudományos dolog foglalkozik azzal, hogy a méhek, és itt poszméhekről, repülő rovarokról beszélünk összességében, ha ők nem lennének, az emberiség egy-két éven belül kihalna. Itt ugye nagyon fontos a megporzás, egyéb más, tehát nem csak gyümölcsfákon, növényeken is. A biominősítésnek az egyik követelménye, hogy 3 kilométeres körzetben a vándortanyánál nem lehet semmilyen más kultúrnövény, ez adja az alapját, és ez adja a garanciát is arra, hogy a mézben semmilyen más idegen anyagot nem lehet találni. A biominősítésre akkor kerül sor, amikor a méhészetet és a mézet is bevizsgálják, és ez most a mai előírás szerint, és ez Magyarországon a legszigorúbb, semmilyen, tehát nulla toleranciával, tehát 0%-os idegen anyagtartalommal után kapja meg csak a biominősítést. Ezt végül is nekünk méhészeknek könnyű elérni, hogyha a méheket hagyjuk dolgozni. Mert ők a természetből csak azokat a dolgokat hozzák be, ami az ő számukra fontos, és az ő számukra megélhetését biztosítja. És olyan túl vegyszerrel kezelt növényekre ők nem szállnak, amiről behozhatják. Persze emberek vagyunk, és mindent elrontunk, ami körülöttünk szép és jó. És ezért nagyon sok olyan vegyszerrel lehet találkozni, ami felszívódó, és megmarad a mézben, és megmarad a növényekben, és megmarad az emberi szervezetben. Ugye erről egyik legfontosabb dolog, vagy leghangozatosabb volt, amikor a 30 évvel, vagy 40 évvel ezelőtt betiltott DDT-t kimutatták a kaptárba, a viaszba. Tehát már az, ami 30-40 évvel ezelőtt betiltott szer volt, azt a méheknek a sejtjéből vett viasz mintából ki tudták mutatni. Olyan pálinkát fogok most a kedves vendégeknek bemutatni, kínálni, kóstoltatni, amelynek van néhány egyedisége. Egyik az, hogy abszolút tarta gyümölcsből készült. A másik az, hogy csak a tiszta gyümölcs került a hordóba, amikor érleltem. És a hordó nem speciális vashordó, vagy fémhordó, vagy saváló hordó, hanem az öreg pincénben öreg kádakat hoztam, nem beszélős kádakat, vagy éppen boros hordókat, tűzve a fenekét, és abban éleltem azt a bizonyos nyári körtét. Mert hogy kicsit szakmai dolgokhoz beszéljek, egy körte pálinka nagyon nehezen készíthető el, mert a mustja, szakmai szóval a cefréje nagyon nehezen erjed a jó irányba. Tehát fontos a hűtött tartás, a hűtött idegpincében vagy hűtetlen tartás, és egy bizonyos fajta gondoskodás menet közben. Tehát maga a gyümölcs a hordóban tehát, azt időnként kevergett a pincék külsőjében, majd pedig egy jó hónap után pedig egy jó helyen, egy tisztességes, korrekt helyen pedig le kell, hogy főzzük. Ez a pálinka tehát tarpán, gyümölcs tarpán élelődött, és akkor még kicsit az elejére még visszatérve, a világ úgy kerek, hogyha érezzük azt, hogy vannak térségek, van olyan része az országnak, ahol speciális dolgot lehet termelni, érdemes termelni. A Lács a Szatmárbereg, ahol a pálink ugye az egyik alap ilyen dolog lehet és kell, hogy legyen. Ami épp ugye a helyi kultúrához, mint a magyar kultúrához kell, hogy tartoznak. Nagyon fontos az, hogy a pálinka készítők, akik egyre többen vagyunk már, és a lovagrend ezért is vállalt szerepet, jó esetben már a természet kézmesének is mondhatják magukat, mert valóban azok a gyümölcsök, azok a hordók, azok a kelési fázisok mind-mind kézmes munkát is kell igényeljen. Amit mi hirdetünk az, hogy minél több élő munkát belecsempészni, belevinni a termékeinkbe, a szilvalekvárunkba, az aszalványunkba, éppen a pálinkánkba is.
Mivel másfél éve igyekszünk a helyi konyhára, helyi termelőtől vásárolni. Nagyon nagy tapasztalat az, hogy rendkívül óvatosak azok, akik bekapcsolódtak a programba. Tehát nagyon kicsi mennyiségről indultak, gyakorlatilag a tavaly másfél hónap alatt eladtuk az összes terméket, illetve felvásárolt a helyi konyha. Most egy kicsit nagyobb mennyiségben indultak, de már szerintem megint nem lesz elég második fél évre az általunk megtermelt élelmiszer mennyiség. Másrésztről pedig fontos az, hogy vannak olyan feladatok, amiket nem az egyénnek kell végezni, hanem közösségben érdemes megszervezni. Így azt gondoljuk, hogy közösségben érdemes megszervezni a piacra jutását a terméknek, illetve hosszabb távon a tárolást, a termék marketinget, tehát a teljes mértékű értékesítést, és egyébként pedig nem gondoljuk azt, hogy közösségben kellene a termelést is folytatni, mert komolyan hiszünk abba, hogy a helyi embereket először képessé kell tenni arra, hogy fejlesztéseket befogadjanak, aztán képessé kell tenni arra, hogy ők maguk is fejlesztéseket generáljanak, és mi talán már itt tartunk a folyamatban, hiszen az idén 3 lideres pályázatnak köszönhetően 3 kis, mondhatnánk azt is, hogy feldolgozó fog megépülni a településen, ami kapcsolódik a turisztikához, hiszen ezek bemutató helyekként is fognak működni. A kistermelői rendeletet figyelembe véve évenként 72 sertést feldolgozását fogja ez a bemutató hely indulásként végezni. Egyébként ugyanígy lesz egy kenyeres, és lesz egy nem véletlenül egy pálinkás, aki nem tömegméretű pálinkagyártást fog végezni, hanem helyi ajándéktárgyakat, tárgyként fogja a pálinkát előállítani, és inkább a pálinka készítés folyamata, mint turisztikai látványosság lesz ennek a műhelynek az elsődleges feladata. Másrészt pedig annak a családnak, aki ebben belefogott, a biztos gyümölcs felhasználását is biztosítani fogja, hiszen van mögötte egy komoly gyümölcstermelői háttér, és nem csak léalmának mehet el az almájuk, meg a szilvájuk, meg a másfajta gyümölcsük, hanem kis mennyiségű pálinkát is tudnak előállítani. Néhány képpel bemutatnám és szemléltetném azokat a természeti értékeket, amik miatt itt 1982-ben létrejött egy több mint 20.000 hektáros tájvédelmi körzet, ami miatt, aminek a védelme érdekében összességében mint egy 50.000 hektárnyi terület Natura 2000-es védelem alatt áll. Lehet ezt egyébként nyugnak is felfogni, mert van olyan település Szatmárban, amelynek minden külterületi helyrajzi száma védett. Ugye a társaság nagy része jártas az államigazgatásban, az azt jelenti, hogy sokkal nehezebb valamilyen tervet, elképzelést végrehajtani ilyen körülmények között. Cserébe viszont ez előnyt is jelent, mert itt van valami érték. Nem megyek bele, hogy melyik milyen virág. Higgyék el, mindegyik itt fordul elő, mindegyik szép, védett, fokozottan védett növényekről beszélünk. Védett fokozottan védett állatokról beszélünk. Itt megállnék egy pillanatra, természetesen feltételezem, hogy mindenki ismeri a tiszavirágot. Azonban rögtön egy keresztkérdés. Hányan nem látták még a tiszavirágzást? Nem kell nem szégyelni. Én 2002-ben láttam először a tiszavirágzást, azóta minden egyes előadásomban elmondom, hogy hölgyeim és uraim, ez a világ 10 legnagyobb természeti csodája közé tartozik. Mondom azt úgy, hogy 5 kontinens több mint 200 nemzeti parkjába jártam. Higgyék el, a tiszavirágzás az a látványos dolog, ez az érték, ami már csak a Tiszán van, eredetileg egyébként egész Európában előfordult, a teljes Rajna-medencében, a teljes Dunavízgyűjtő területén, aztán nagy hatékonysággal kipusztítottuk. Ezt mindenkinek meg kell nézni, aki még nem látta, biztos vagyok benne, hogyha rászállja magát, akkor eszébe fog jutni ez a mondat, hogy igen, ezért érdemes volt időt szállni erre a dologra.
Meg lehet postolni a cibere, a legvárnak az előfázisa. Tetszettek látni, három lézőkben történik a legvárfőzés. Folyamatosan fő a legvár. És megnézzük, van egy reflektum étel, amikor eléri a szárazanyag tartalom a hatvanat, ahol már jól kiszedjük. Dézsákba, fadézsákba is, mikor kihűl, akkor üvegekbe, műanyagoldókba. Nagyon sok biogazda ismerősünk. Számítja nagyon a 2003 óta vagyunk biogazdák, fő célunk a természet érése, természeti értékek megtartása. Nagyon haragszom azokra, akik elhelyeznek mindenféle vegyszert, aztán nekem után már teljesen ahol meg most vagyunk, ez a lekvárium épülete, ez a település egyik legidősebb épülete. 2004-ben vásárolta meg az önkormányzat, és akkor egy pályázat útján sikerült ezt a lekváriumot kialakítani. Miért is csináltuk? Ugye van a szilva fajta, ami most ugye vitatkoznak, hogy kié meg mié, penyigei szilva, vagy nem tudom szilva. Tehát ez a két név létezik. A nem tudom szilvának van egy története, régen a vásárban vitték a szilvát, megkezdték, hogy milyen szilva, nem tudom, e volt a válasz, így ráragadt a nem tudom szilva név. Mi penyigei szilvának nevezzük, irodalomban ezt meg lehet ugyanúgy találni, hogy penyigei szilva. Ezek mások vitatkoznak rajta, persze most mindenkinek a sajátja, becses nekem is, de én nem vitatkozok a Szatmárcseki Jonatánnal már, vagy ilyesmi. És ennek a tiszteletére lett állítva ez a lekvárium. Elméletileg ebben az épületben a szilvafajták látunk meg Szatmárban, fel lehető képek formájában, leírások formájában, valamint a lekvár készítési eszközei, valamint itt őstermelők, akik gyártanak lekvárokat, készítenek, azoknak a lekvárét lehet megvásárolgatni, többfajta lekvár található benne az épületben. Két cibelévő van egy is lekvárost, a teleütjük cibelével, főzzük, sűrűsödik össze, és a két évőből mindig töltünk rá egy kicsit, és az ilyen utolsó adaktól számolják ezt a 6-8 órát. Hát ezt mondhatjuk ilyen zárójelbe megjegyzésnek, mert meg tudjuk nézni, hogy a lekvár egy evőkanál elég hozzá. Belemárjuk az evőkanálat, felfordítjuk, és hogyha a dombor oldaláról nem csúszik le a lekvár
akkor van kész, vagy ha az újságpapír nem állzik el. Ilyenkor már olyan 60%-os a szárazanyagtartó, úgyhogy nagyon sűrű. Cukratartósítószert nem rakunk hozzá, anélkül főzzük. Nekik egy kicsit nagyobb attrakciónak számít a Szilva Lekvár. Kereskedelmi főzde van ma körülbelül Magyarországon. És sok lenne, igen. Tehát még úgy sincs, hogy van már lehetőség otthon főzni. Sok minden elmondható erről a 100 főzdéről. Én azt is megkérdőjelezem, hogy van, akinek nem ízlik a panyolai annyira, mint mondjuk egy másik területen lévő főzdébe főzött pálinkáról. Egy biztos, hogy ilyen környezetben nem található másik, ugyanis ez a pálinka főzde megközelíthető vízi úton, az öreg túr itt folyik mögöttünk, én szerintem majd arra fogunk vetni egy kis pillantást, hiszen ez az öreg túr folyó, ami szinte a főzde partjait mossa. Egy igen komoly természeti értéket képvisel a Szatmár-Beregbe, ezen belül itt Panyola mentén. Ugye itt a téma az a természet, a környezet és az ember kapcsolata, aminél jobbat nem is találhattak volna, mint ez a főzde látogatás így a program végére, ugyanis gyakorlatilag itt teljes egészében arra épül ez a fajta tevékenység, arra épül ez a pálinka, arra épül ez a márka, hogy a helyi adottságokból lehető legtöbbet kihozunk. Tehát gyakorlatilag ez erről szól, és azért egy jó példa, mert amit próbálkozunk esetleg otthon mi magunk, hogyha felelősen nem is tudom, tehát úgy élünk és úgy neveljük a gyerekeinket, vagy próbálkozunk az iskolában, vagy civil szervezetként próbálkozunk megvalósítani bizonyos dolgokat, az itt úgy sikerült, hogy egy for-profit cég gyakorlatilag a filozófiájába beleépítette, és mivel a termék sikeres, ezért eljuttatta az ország minden pontjára, ahol nem csak a pálinka van jelen, hanem majd ezt meglátják, hogy a pálinkával kapcsolatos tudnivalók a pálinkát, pálinka hordozta üzenet is jelent. Ezt nem lehet reprodukálni máshol. Ha ezt a fát itt csak ledugjuk a Szamosparton vagy a Tiszaparton, akkor cukorban gazdag, zamatos, fantasztikus termést hoz, és akárhogy kísérletezünk vele más körülmények, más talajtani viszonyok, más éghajlat mellett, még a felét sem fogja annak adni, mint amit. Tehát ez ide tartozik, ide kötődik. Gyakorlatilag ez az alapja mindennek, amit itt látunk.